Több tízezer forint terhet jelent a szeptemberi tanévkezdés a családoknak. A kiadások mértéke függ attól, hány gyerek tanul, milyen iskolába járnak és milyen támogatásokban részesülhet a család. Megkönnyíti a tanévkezdést az államtitkár bejelentése, mert augusztusban így kétszer fizetik ki a családoknak járó támogatásokat. Mint arról híradunkban is szóltunk, többféle iskolakezdési támogatás is segíti a családokat idén. Ingyen kapják a tankönyvet az alsó tagozatos diákok között az első, második, harmadik osztályosok. A felsőbb évfolyamokon 10-12 ezer forintba kerülnek a tankönyvek. A nagycsaládosok gyermekei és az alsósok ingyen étkezhetnek a közoktatásban. Jelenleg a bölcsödések és az óvodások 27%-a térítésmentesen, 16%-a pedig féláron étkezhet. Szeptember 1-től azonban már 90%-uknak lesz ingyenes az étkezés. A helyi önkormányzatok változó mértékben, de szintén támogatják a szülőket, a tansegélyeket a helyi szociális támogatási rendszerükben kialakítják. Rendeletek szerint nyújtják. Emellett a munkaadóktól is igényelhető iskolakezdési utalvány, amelynek mértéke akár 30.450 forint is lehet, és mindkét szülő kérheti a foglalkoztatótól.